Unger Balázs a Cimbaliband frontembere, szerzője, dalszerzője. Hogyan kerültek össze annó a zenekari tagok? Hát ebben a felállásban 2016 óta játszunk, de Máté, a hegedűs, aki szintén azért eléggé mondhatni, hogy mozgatórugója a zenekarnak, ő vele már 2009 óta dolgozom együtt, és annak idején a bőgős is majdnem zenekari tag lett annó. A lényeg, hogy nagyon régóta ismerjük már egymást. Lóci a Dobos például ott volt az első Cimbaliband koncerten annó 2006-ban, úgyhogy Kornél együtt jártam főiskolára, és hát tényleg kézenfekvő volt, hogy ezekkel az emberekkel szeretnék dolgozni, és 2016-tól ebben a formában működik a Cimbaliband. Volt, hogy voltak énekesnő vendégeink, de most már úgy vagyunk, hogy általában csak így öten, és akkor hárman éneklünk. Én vagyok a főénekes, és akkor még a gitáros Kornél, és a dobos Lóci, ő is énekelnek, úgyhogy így jár fel a Cimbaliband az elmúlt, mondhatni, hogy 7 évben már lassan. A repertoár alapját főként alföldi dallamok, illetve erdélyi, magyar és román dallamok alkották, ugyanakkor rögtön az első dal egy felvidéki, egy zoborai dallam volt. Hogyan bukkantál rá erre a dallamra? Hát igazából én 7 éves korom óta magyar népzenét tanulok, és hát ezek már úgy jönnek az embernél, tehát hogy rengeteget foglalkoztam népzenével, tényleg mondhatom a Felvidék népzenét is, a Gócs Gergő barátommal jártam gyűjteni, annak idején rengeteget Felvidékre, és azóta is több helyen játszottunk, már akár a Cimbalibanddel is, tényleg mondhatni ezt Pozsonytól, Somorján át, Dunaszerdahelyen keresztül, egészen Kassa, Királyhelmec vonalon, Mezőlaborcon, de szlovákok lakta településeken is többször játszottunk, ahol tényleg csak szlovákok vannak, tehát játszottunk Eperjesen, játszottunk Selmecbányán, akkor hát Besztercebányán játszottunk, Zsolnán például, tehát hogy elég sokat jártunk Szlovákiába, és nagyon-nagyon jó élményeink vannak innen a Felvidékről is, és szlovák részről is. Gyermekkoromban rengeteget zenéltünk a Szarvasi Szlovák táncegyüttesnek, a Teszedik táncegyüttesnek, és hát innen egy olyan, mondhatni, egy olyan meghatározó élmény, ami aztán hát nem tudnak eladni. Tehát szlovákoknál, tótoknál engem már nem tudnak eladni, hanem tudok bevásárolni, sört kérni, és én ezt élvezem is, mert szeretek szlovákul is beszélni, amennyit tudok, hát nem azt mondom, hogy nagyon, nagyon sokat, de tényleg azért egy ilyen konyhanyelvet azért már elbeszélgetek szlovákul is. Milyen élmények, milyen történetek kötődnek esetleg, akár a gyűjtőutakhoz, amelyeken voltál a Felvidéken, akár a koncertekhez? Nagyon-nagyon sok élmény kötődik igazából. Játszottunk Gyetván például, ott van egy hatalmas fesztivál, egy ilyen népi fesztivál, és ott például a Fekete Balogi Zenekar után léphettünk föl, akik mondhatni, hogy egész Szlovákia szerte ismert zenekar, a Fekete Balogi Zenekar, és az is egy meghatározó élmény volt, de hát ezek a gyűjtőutak, amiket itt emlegettem a Gócs Gergely barátommal, hát azok mind bensőséges kapcsolat felvidéki magyarokkal is, és szlovákokkal is. Én úgy érzem, hogy ezek mind olyan élmények voltak, hogy nem tudnék különbséget tenni, hogy most egy szlovák családnál voltunk, egy szlovák cimbalmosnál, vagy egy magyar cimbalmosnál voltunk Felvidéken. Maximum a nyelvben van különbség, de a vendégszeretet, meg a barátság az ugyanúgy működik. Hát, de van például a mai napig is olyan zenekar, a Pakoratrió, Stanislav Paluch és Robert Rágán, nagybőgős, Stanislav Paluch hegedűs, akkor egy másik nagyszerű hegedűs, Mihály Noga, ő kassai, de például Komáromból, Lakatos Robival nagyon-nagyon jóban vagyok, ő komáromi művelődési ház igazgatója jelen pillanatban, de mellette nagyszerű zenész. És ő például neki anyanyelve a szlovák, és úgy tanultam, tehát úgy tudom, hogy édesapja talán magyar, és édesanyja szlovák, és a nyelve a szlovák. és hát vele is rengeteg olyan, muzsikáltam együtt, és rengeteg helyen jártunk együtt. És hát én nekem már olyan tényleg Szlovákia nagyon sokszor, mintha hazamennék, már annyi ismerősöm van. A cimbalmot, mint hangszert röviden bemutattad a közönségnek, itt a koncerten is, felvázolva a történetét, illetve hogy milyen régiókban fontos hangszer. Esetleg a podcast nézőinek is be tudnád mutatni, hogy tulajdonképpen mi is a cimbalom, ami ugye egy magyar néven szerepel, akár az angol nyelvű Wikipédián is, mint hangszer, ugyanakkor például a balkáni zenének, meg a román zenének is akár, sőt ugye szlovák, cseh zenének is egy fontos eleme. Hát a cimbalom egy nagyon, mondhatni, hogy multikulturális hangszer, multikulti hangszer, mert hogy de inkább azt mondom, hogy egy igazi kelet-európai hangszer. Annak idején a cigányzenészekkel került be egy hasonló változata, ami iráni, perzsa, ez a szanturi nevezetű hangszer, ami egy sokkal kisebb, lábak nélküli asztalra helyezhető hangszer volt, és az 1800-as évek közepén magyar királyi hangszergyáros Schunda Vencel József, aki cseh származású volt, ő volt az, aki megreformálta ezt a hangszert, de Budapesten működött, mint magyar királyi hangszergyáros, és 1872-ben például világkiállítást, nagy díjat nyert a hangszerrel, annyira innovatív volt ez az egész. És annyira népszerű lett Magyarországon, először a monarchia idején, és tényleg egészen Prágától mondhatni, hogy Csíkszered, a Gyimes, hát Gyimesben mondjuk nem annyira használatos a cimbalom, de Csíkba például használnak cimbalmot, tehát vagy akár Moldvába is eljutott a hangszer, tehát hogy több ezer kilométerre, és aztán, amikor tényleg már annyira populáris volt a hangszer, annyira ismert, akkor eljutott Románia több területére, Bulgáriába, Görögországba, az Égei-tengeri szigetvilágig a magyar cimbalom eljutott. Tehát mondhatni, hogy Prágától egészen az Égei-tengeri szigetvilágig mindenhol ezen a magyar pedál cimbalmon játszanak. Ami persze, ahogy mondtam, tehát, hogy igazából egy cseh ember volt, de hát Magyarországon, Budapesten lakott, meg ott alkotott. És aztán meg egy szlovák ember reformálta meg még egyszer utoljára a 30-as években, Bohák Lajos, aki kerepesi szlovák származású ember volt, és ő volt, aki megint csak megreformálta ezt a hangszert. Úgyhogy egy elég jó ilyen, hogy mondják, ezt egy kelet-európai produktum, de tényleg cseh, szlovák, magyar, de hát a románok is utána persze elkezdtek foglalkozni a gyártásával, mert egy annyira sokrétű hangszer, annyira kiszolgálja az embert, nem csak a hangja gyönyörű, hanem egy látványos is, amikor játszik rajta a játékos. Nemrég egy közös lengyel-magyar lemezt adtatok ki. Mik a tervek a jövőre? Elvégre nagyon sok különböző művésszel már együttműködtetek, magyar művészekkel, ismertebb énekesekkel is, de például ugye nemzetközi vizekre evezés volt ez a lengyel-magyar lemez, akár a belföldi, akár nemzetközi szintéren. Mik a terveitek? Hát benne vagyunk a lemezkészítésben éppen, teljes mértékben. Legújabb lemezünk, Góré, ez lesz a lemeznek a címe, és hát ez egy ilyen szójáték, van a kukorica góré, ami tulajdonképpen a megmaradásnak egy ilyen szimbóluma, a terményt abba rakták el, abba szárították, és hogy ne el tudják tartani tavaszig, abba a kukoricagórébe tartották a terményt, de a górénak van másik jelentése is, így mint hogy főnök, vagy például aki esetleg látta a Macskajaj című filmet, hát abban ott volt az öreg góré, aki mindent irányított a háttérből. Utalhatunk erre is tulajdonképpen, és saját szerzemények lesznek most a lemezen, lesznek vendégek szintén, például a ma este látott Görög Dániel is lesz. Köszönjük szépen, közben itt integetnek nekem, bocsánat, majd megvágod, ne haragudj. Tehát Görög Dániel is a lemez vendége lesz, az új lemez vendége. lesz a trombitás vendég, akkor Agatics Kronoszláv egy szerb harmonikás, Bede Péter szaxofon és klarinéton fog rajta játszani, még vendégként lesz kettő énekes hölgy, akik vokálozni fognak. Úgyhogy elég színes lesz az alapfelálláson kívül, de ez is ugyanúgy, tehát a dalok úgy lesznek létrehozva, úgy vannak már létrehozva, hogy eljátszható a kisebb partiba is, meg nagyobba is, úgyhogy egy elég jó kis műsor ígérkezik majd.